Ó, na hát mennyi long, meg kaptam a értesítést. Ha jól emlékszem, Romantől mi van? Niko, kaptál már híreket a barátodtól? Ellenőrzi az e-mailjeidet. Oké. Ha te mondod, hát én azon voltam, hogy dolgozzak Bruce-nak, de lehet, hogy ez a folyamat le fog lassulni. Azt találod, hogy szaggal a játék. Hát eső közben eléggé más, mert több practical effectet tölt be ilyenkor a játék. Ezt honnan tudta a Roman? Hatodik érzék biztos. Oké, addig ha rendben elolvasom az e-maileket, és akkor ez videó valamilyen hosszabb lesz. Szóval van hosszán az intróból. Hé hey, ember! Úgy döntöttél, hogy Bird City-ben maradt az unokad testvéreddel. Hallottam mindenkiről valamit. Hallottad szegény kapitányról? Szegény ember részegen belefulladt a hányásába. Az emberek meg ugráltak le a hajóról. A kínaiak meg valahova eltették a heroint, amit csempésztek. Egyébként, visszamentem hajóra, és most Floridában vagyok, de hamarosan visszajövök. Vice City? Fussunk majd össze. Lehet, hogy kapok munkát. Kézitáskákat fogok hamisítani. Mi ez? Suffolkban. Sok pénz van benne, ez őrület. Barátom... Hossen. Barátom, nem barátod? Itt valami elírás van. Nézzük, hogy akkor itt mi van. Jó, hogy hallok felőled, Hossen. Én maradtam. Ha visszajössz a városba, utas velem. Oké, akkor ezt az e-mailt töröltem is innen a picsába. Bruce-i, nézd meg mi van akkor. Niki haver, csak annyit akartam mondani, hogy ma megint megdöntöttem a felülési rekordomat. Oké, megvan a 2000. Aha. Gerdő a más. Vágod, miről beszélek, baby? Csók mindenkinek. Annyi be vagyok pörögve, ki akarom tépni valakinek a torkát. Az jó. Szóval, ha valaki ma este el akar menni valahova, megadom a módját azoknak a ribancoknak. Úgy büntetni fogok ma este. Csók mindenkinek. Az emberetek. Utolsó élet. Annyi sajnálom, hogy nem fogok tudni odaérni Judit nagynénihez holnap. Ki mostad a ruháimat? Utóírat. Mindenki sasolja meg a weboldalam. Nagyon büntet. Később Bruce-i. Ezt miért írta nekem ezt az anyás dolgot? Szerintem itt azt se tudta, kinek ír. Vagy elfeltette. Ez mi? From Bruce-i. Bruce-i sex. E cultus. Mindegy. Jó, nem tudom, ez ki van rendesen, mert annyira nem akarom az egészet érdekelni. Nem érdekel az egész. Ors látott már? Hát, ja, jogos kérdés. Oké, okay, Roman, Niko, jó, hogy online vagy, kuzin. És jó, hogy az oldalamon állsz ebben az... Na, mi az? És jó, hogy az oldalamon állsz ebben az országban. A belik fiúk, akik megmutatják a világnak, hogy mi a tuti. Az emberek. Ha két hülye, haszontalan, terrorizáló apánk most, ha látna minket, forognának a sírjukban. Bazd meg, megcsináltuk, ember. Az ország megérett a váltásra. Igazából boldog vagyok, hogy itt vagy, figyelj. Hát fogjuk venni a hatalmat e fölött a szar fölött, baby! Őzzel később Roman, ezt szerintem akkor írta, amikor még ez az egész hülyeség nem kezdődött el, és azt találta, hogy szagott a net itt. Elva Bruce üzleté, tesó. Először ki kéne vergődnünk az adósságból. Hát igen. De Roman hirtelen elfelejtett volna a problémákat, Michelle. Niko, figyelj tesó, hívj el Michelle, tudom, hogy szeret téged, adnod kell neki egy esélyt, ő jó lány. Megkaptad a számát, hívj fel! Oké, hát... Ja, köszi a jó tanácsot, csak az a baj, hogy a Michelle tesz utalásokat fúzsa dolgokra, aztán Bruce elfoglalom a küldetését, és így már a Tom, úristen. Hello, látom, nagyon érdeklődsz irántam. Állj a sor végére, most őszintén, a postaládám egyre tömöttebb, mióta feladtam a hirdetést. Rengeteg visszautasítást küldtem, míg meg nem láttalak téged, aki külön, mint a többi. De nem vagy szegény, se hypacni. Szóval ez egy jó kezdés. Ez jó, hogy így megírtad. Túl jó vagyok ezekhez az illúzerekhez. Az igen. Most komolyan, miért ne eljönnél vacsorázni a 69. utcába, a Hofba? Jó van. Hozd magaddal a pénztárcádat, hogy tudjál fizetni. Piros rózsa lesz nálam. Legtöbbször ott vagyok 8 órától. Ciao. Tom Rives. Szóval ez a valódi neved. Ja, hát igen, a kuzinja, akit kinyírtunk. Oké, okay, tudom, hogy hol van majd Tali. Ezt csak a törők innen. Nem is tudjuk kitörölni. És akkor van Bruce-nak a kocsija. És akkor ezzel kell hülyeskednem. És akkor szerda. És
Hát ez jó, akkor ezt a mérkőzést megcsinálom, aztán utána már egyből mennem is kell izé-bizéhez, ez a Riveshez. Szóval ez így vicces lesz. Akkor valamire neki mentem, vagy valakinek. Ilyen elsőjel sem állt azóta. Ó, ha jól álltam, az autó nincs annyira messze. Ja, igen, olvasni most se tudok. Csak akkor olvasok, amikor videót csinálok szinte. Oké, ott a rendőrök vizsgálják a Chávezt, én pedig addig elvom a kocsiját. Jó, le van tudva. Be tudok időbe érni a Pain Spraybe? Nice, erről van szó. Speedrun, tesó! Mi? Most találkozzak? Hát baszki, melkületésem van. Oké, okay, szóval az, hogy lemegyek, aztán majd találkozok vele. Valamikor... Na ez a baj ez a melkületéssel, hogy pont rosszkor jött a fölküldetés. Meg a fölküldetés az a baj, hogy mindig akkor jön közben, amikor nem kéne. Tehát az én időmes küldetéseket én nem szeretem. Tehát hiba volt elkezdem ezt az import-export dolgot, fokuszálni kellett volna szerintem más dolgokra is. Oké, ott jön egy taxi! Állj meg! Megálltál. Akkor ide gyorsan beszállok. Tudod találkozni ezzel a... szerencsétlennel? Nem? Hát, úgy néz ki, hogy nincs itt senki, akivel találkoznom kéne. Közben felvezettem valamit a ketchupot. Na jó, hali. Hát ez jó, akkor nem tudom, addig fog megkérdezni csinálni, mert nem történik valami csoda. És most mi van? Ha? Még nem jött meg, maradj a töve. Mi van? Hülye terroristák, feltartottak, sok hülye fasz délben ott tudok lenni. Hát ez brilliáns. Addig nem tudom, mit csinálok, ezt a kocsit itt elviszem. Hello, hölgyem. Hogy estél ki úgy? Meg se ütöttelek. Vagy Niko ennyire bebaszarint mindenkinek? Szóval az viszont egy megjelkült, és ez azt reménykedik abban, hogy nem lesz baj ebből. Ha nem kápes az autót, akkor nincsen baj. Közben Niko megint kiüti az ablakot, nem tudom miért. És nem tudom vezetni. Úristen, Milisa Belik, ez volt csak édesanyánk. Oké, tehát szerb nyelv. Remélem, ez elér téged és válaszolsz, hiányzol. Angolul írok, mert most te olyan vagy, mint Roman. Azt mondja nekem, hogy csak most beszél angolul. Tudom, jobb dolgod van odakin a világban, de hiányzol. Ez az anya tökéletessége, hogy hiányolja a fiát. Nem szállsz tengerre többet? Soha többet nem akarsz visszajönni hozzám, az unokatestvéreddel együtt, hogy felvidítsd a szívem. Boldogan éltek Amerikában nagyon sokáig. Elszorul a szívem, ha rád gondolok. Tudom, nem mindig könnyű neked, Niko. Ismered téged. De nyugodtan nyugtalan... Mi? De sokat nyugtalankodsz. Nyugodtan nyugtalankodsz. Na mindegy, tehát akkor. Tudom. És sok mindenkivel foglalkozol. De tudd, én anyád vagyok, és nem ítélek el téged. A világot ítélem el, ami miatt az ember nem mindig tud helyes útra térni. Az élet itt ugyanaz, semmi nem változik. Az emberek vitatkoznak, a farmok szenvednek, adókkal fizetünk az új parlamenti épületekért és kormányzati jelentésekért, és szegénységben élünk. Vidéki embereknek az élet mindig ugyanaz. Így vissza. Sok szerencsét, anyuci. Kedves anya, köszönöm a leveled. Mindig boldog vagyok, hogy hallok felőle. Ugyanabban a hangban írok fel, vagy a hangneme olvasok fel. Az angolod jó, és az enyémnél is jobb talán. Sajnálom, hogy nem voltam túl jó fiú neked, és nem maradtam, hogy gondoskodjak rólad, de tudod, hogy nem maradhattam volna otthon. Ez okoz... Mi?
ez bajt okozna mindkettőtöknek. Roman jól van, az amerikaiak álmában él. De ez csak egy álom marad a számára. Az biztos, mondjuk ezt üzenetet inkább meghagyom, mert próbálok jó fennek tűni, és nem váltam a melót, amit adott nekem Bruce-i. Úristen, de szomorú vagyok ez miatt. Várj, mennyi az idő? Itt hogy megy az idő? Hát ezért nagyon megértéte bejönni. Akkor mindjárt ezzel szerencsére találkozom kell, kérdezettem a melót, aztán utána megpróbálom folytatni a küldetéseket. Konkrétan ez a legrövidebb rész az egész végjátszás alatt szerintem. Hát akkor várok. Hogy nem tudom, hogyha itt állok folyamatosan és várok az időpontra, akkor hogy elég csak leszponolja hirtelen, vagy pedig az lesz, hogy látom, hogy megjön egy autó, aztán megáll. Mindig azt mondja, hogy ez eddig húde részletes, és milyen sok része van benne. Hát egy csávot elütötte a taxi, és ennyi. I'm an old man, but I shall fight. Na itt van a részletesség, emberek. Szerintem segítenem kéne a sofőrnek. Na, azaz. Még ebben a kocsi elé amúgy. Az igen. Úgy van. Na, hopp, ez mellé. Én tisztelem mások a munkáját. Hát mert dél van, hol vagy? Vagy mi, eltolta a napot? Mi zajlik itt? Ki a fülkéből? Ja, ide be lehetett volna ülni és várni? Mi az ezen a háttérben? Hey, are you my date? Thank God! You never know who's going to turn up when you've met someone online. Mi ez a ruha amúgy? Ez valami mellényt hord magán, vagy mi? You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? Azért a kínosabb. I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? Maisonette, nem majonéz. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You can't tell me shit about... You got a bad knee or something? Your bad... Ah, ez a hozzáállás. Akinek annyi pénze van, annyit ér. Az én emberekkel tényleg így kell büntetni, hogy a Nico tette. How was your date, bro? Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. Mickey, you're an animal. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet dating shit, but I only date models, you know? Or VIPs. Na jó, cső! Legalábbis nem fordulnak a melléküldetésekhez zavartalanul. Hát ez eléggé furra egy epizód volt. Na jó van, majd akkor legközelebb, addig is sziasztok!